Úristen! Úristen! Ákos! Ákos! Három biztonsági őr a kezénél és lábánál fogva vitte ki Hatházi Ákos független országgyűlési képviselőt, az állami média holding az MTV a székházából tegnap reggel Budapesten. Szél Bernadett független képviselő az egészet élőben közvetítette a Facebookon. Hatházival együtt őt is erőszakkal rakták ki az épületből. Több képviselő is bejutott a székházba hétfőn, néhányan pedig a földre feküdtek, így tiltakoztak a biztonsági őrök fellépése ellen. Ez viszont nem spontán történt, a szocialista Bangóné Borbé Ildikó találta ki, ez derül ki egy Facebookos élő videóból. Kapcsolj már ki! Ja? Erős kép lenne, hogy lefekszünk a lépcső elé és talkorra rakjuk a kezünket. Valamikor majd a gyerekeim ezt a képet látni fogják, és azt kell megélniük a 21. században, hogy embereknek le kell feküdni a földre, csak azért, hogy a társukat megpróbálják megmenteni. A DK képviselőjét is biztonsági őrök teperték le, miután megpróbált bejutni az egyik stúdióba. Tucatnyi ellenzéki képviselő azért ment be az állami média épületébe, hogy a székház előtt tüntetők 5 pontos követeléseit beolvastassák. Többen a kerítésen átmászva jutottak be, mert a biztonsági őrök nem engedték be őket. Hivatalos személyként egyébként az országgyűlési képviselők szabadon bemehetnek állami intézményekbe, csak az üzemszerű működést nem zavarhatják. Az MTVA szerint az ellenzéki képviselők a székházban ezt tették. Amikor erőszakos módon próbálták a védett területünket, a stúdiót is megközelíteni, akkor ugye olyan jogsértést követtek el, ami alapján a biztonságiaknak az a véleménye született, hogy ezzel nem más szükséges fellépni. Varjú Lászlót végül mentők kórházba vitték, zúzódásokat szenvedett. A képviselő az RTL híradónak azt mondta, továbbra is követelik az MTV a pártatlan, független és kiegyensúlyozott működését. Bemennek újra az MTV a székházába? Ezt hiszem, hogy ezt meg kell fontolni. Szerintem oda be kell menni. Követelni kell a sajtószabadság megvalósításának, vagy kikövetelésének egyik módja, hogy ott legyünk abban a házban. A párt hivatalos személy elleni erőszak miatt feljelenti az MTV a biztonsági őreit, és azokat, akik utasítást adtak a képviselők erőszakos eltávolítására. Sőt, a rendőröket is, amiért ezt tétlenül nézték. Ráadásul a képviselők többször is kérték, hogy intézkedjenek, de nem tették. Az ügyet a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tárgyalták volna, ám azt a kormánypárti képviselők bojkottálták. Nem mentek el az általuk kezdeményezett rendkívüli ülésre. Menekülnek a felelősség alól, menekülnek a kérdések elől, kellemetlen nekik ez az ügy, én ezt elhiszem. A Fidesz közleményben azt írta, azért nem mentek el, mert szerintük csak politikai balhét akart csinálni az ellenzék.